Forgalom lassítás a városban, ismét tüntettek a Martonfai menekültábor megépítése ellen. Kiszorítják a bűnözést az utcáról, megújult a Hősök tere. Helyi szellem és gazdaság, megnyílt az első pécsi értékkiállítás. Kezelik a helyzetet a Biokomnál, gombabetegség támadja a csertölgyeket. Köszöntöm nézőinket, pénteki híradónkat látják. Félpályás forgalomlassító demonstrációt tartottak a Martonfán és annak vonzás körzetében élők. Autós és motoros felvonulással nyilvánították ki ismét, hogy nem kérnek a menekültekből. A tömeg délután 4 órakor a Budai Vámtól indult, és végig haladt az egész városon. Felvételinken jól látszik, hogy az eddiginél jóval többen vettek részt a felvonuláson. Martonfa alpolgármestere szerint ezzel a megmozdulásukkal a pécsiek szemét akarják felnyitni, hiszen a megyeszékhely lehet a tábor legnagyobb elszenvedője. Pécset szeretnénk az embereknek felnyitni a szemét, hogy Pécs hírd után rögtön. Tehát Martonfa és Pécs hírd között helyezkedne el ez a tábor. Ez épp úgy a pécsiek problémája, mint a miénk, sőt inkább jobban, mert amikor mi az államtitkár úrnak az aggályainkat fejeztük arra vonatkozóan, hogy majd be fognak jönni a falunkba az illegális bevándorlók, a tábor lakói, akkor azt mondta, hogy ettől nem kell félni, mert ők szervezetten buszjáratokkal fogják behordani őket Pécsre, és ott fognak ők vásárolni, szórakozni, tehát ügyeket intézni, ott lesznek. Ezért úgy gondoljuk, hogy erről a pécsieknek is tudniuk kell most, hogy vége van a nyaralási szezonnak, most talán ők is elkezdenek az életükkel foglalkozni, ebben bízunk, ezért van ez a menet. A Széchenyi Bankról és az autóhitelesek megsegítéséről is szó volt a parlament csütörtöki rendkívüli ülésén az interpellációk között. A baranyai szocialista képviselő Tóth Bertalan az adó és pénzügyi világ botrányai közé sorolta a Questor és a Budakes ügyeket, és gondatlanságnak minősítette azt is, hogy az állam beszállt a Széchenyi Bankba, ahol 3 milliárd forintért 49%-os tulajdonrészt szerzett. Felvetette, hogy miért kellett az államnak belépnie és felelős neki eljézi magát. Tálai András, az NGM parlamenti államtitkára azt felelte, mielőtt Tóth Bertalan korrupciót emleget, a saját pécsi közéleti tevékenységével számoljon el. Alpolgármestersége után ugyanis 100 milliós károk maradtak. Az államtitkára szocialista politikus, esetleges miniszterelnök jelölti ambícióival hozta összefüggésbe, hogy minél nagyobb valótlanságokat kell állítania. Drog, prostitúció, bűnözés, ezeknek adott otthont a pécsi Hősök tere, azonban csak eddig, hiszen a megújított területről ki akarják szorítani ezeket a tevékenységeket. A játszótér mellett kosárlabda palánkot is felállítottak itt. Hamarosan kamerák figyelik majd a területet, hogy biztonságban érezzék magukat a környéken élők. A megújult Hősök terét pénteken adták át. Leburkolt terület a Hősök terén az emlékmű előtt. Messzebb egy utcai kosárlabdapálya, pingpong asztalok, de a játszótér is megújult. A közbiztonságot akkor is tudjuk javítani, hogyha a köztereinket visszafoglaljuk azoktól, akik tulajdonképpen deviánsan viselkednek. Ehhez a visszafoglaláshoz kellenek az ilyen fejlesztések is, ami például most történt meg. Ezt mondta a térség önkormányzati képviselője a megújult Hősök tere pénteki átadásán. Hát a prostitúció alapvetően egy olyan deviáció volt, ami ezt a teret jellemezte. A droghasználat, tehát az intravénás szerhasználat melléktermékei sajnos a játszótéren mindenhol felelhetőek voltak. Ezért például a gyerekek nem nagyon látogatták a teret, a szülők féltek ideengedni őket. Ez mára megszűnt. A Máltai Szeretett Szolgálat tölti meg programokkal a megújult területet. Így nem a bűnözés helyszíne a hírhedt tér mostantól. Az önkormányzat tovább növeli a környéken élők biztonságérzetét. Ezen fejlesztés keretében térfigyelő kamerákat is felszerelünk. Itt Hősök terén 3-at, illetve 4-et attól függ, hogy a tér adottságai mit kívánnak meg, illetve további kamerák kerülnek felszerelésre Pécsbányán. Ettől a fejlesztéssel azt várjuk, hogy az itt élők biztonságérzete javuljon, hogy sötétedés után is nagyobb biztonságban tudjanak hazatérni. Pécsbányán, Györgytelepen, Pécs-Somogyban és a Hősök terén voltak köztérfelújítások a program keretében. 22 szociális bérlakást is rendbe hoztak még ezen kívül. Összesen 293 millió forintot fordítottak a városrészek rehabilitációjára.
Hamarosan fellélegezhetnek az autó hitelesek is, ha még meglévő, jellemzően autó deviza hitelek forintosításáról szeptember közepén nyújtja be a szaktárca a törvényjavaslatot. A minden devizára kiterjedő forintosítás decemberben lép hatályba. A megyei napilap információi szerint a forintosítása már nem élő hitelekre is vonatkozik. A hitel összegeket a svájci franknál 287,2 forintos, az eurónál pedig 309,2 forintos árfolyamon rögzítik a bankok a 2015. december 1-i fordulónapon. A forintosítás után az ügyfeleknek nyújtott jóváírás, a folyósítás és az augusztus 19-i árfolyam különbsége 31 milliárdot tesz ki. A helyi szellemet ötvözik a gazdasági értékkel azok a pécsi vállalkozások, akik az első pécsi értékkiállításon mutatják be termékeiket. Összesen 37 cég kapott helyet a Zsolnai negyedben. Péntektől vasárnapig nézhetik meg itt a termékeiket az érdeklődők. Lekvárok, savanyúságok és egyéb különleges élelmiszerek. Ezek a kekszek például aszalt gyümölcsből, zöldségekből készültek. Alma keksz, ebben alma, méz, dió és mazsola van. Utána kifejlesztettünk egy széklából készült kekszet. Ezeket mind a Magar Szociális Egyesület állítja elő. Első tevékenységünk az volt, hogy a pécsi bölcsödéknek mi tudjuk beszállítani a zöldség-gyümölcs termékeket. Igyekszünk helyi baranyai termelőktől mindezeket fölvásárolni, illetve egy komoly partnerünk a Támasz Alapítványnak a Pellérdi közfoglalkozatással foglalkozó gazdasága. A szövetkezet is bekerült az első pécsi értékkiállítás résztvevői közé. A városban működő vállalkozások mutatkoznak itt be. Azok, akiknél a pécsi szellem és a gazdasági érték egyesül. Ez volt a szervezők célja. A pécsi kis- és középvállalkozásokat kell segíteni, helyzetbe hozni, piaci lehetőségekhez juttatni. Ők azok ugyanis, akik a kétharmadát foglalkoztatják a pécsi embereknek. A multik is fontosak, de ők jönnek-mennek, a pécsiek maradnak. És hogy milyen értékeket teremtenek, azt láthatjuk is, hogy ezek nem tömegcikkek, hanem olyan kreatív, gondolatot tartalmazó, szorgalmat mutató remek művek, amik érdemesek arra, hogy megnézzük, és érdemesek arra, hogy majd megvegyük őket. Összesen 37 kiállító kapott helyet a kulturális negyedben. A Zsolnai Fesztivállal egy időben, vagyis péntektől vasárnapig láthatják az első pécsi értékkiállítást az érdeklődők. A pécsi tükebusz mellett működő független demokratikus szakszervezet szeptember 4-én visszavonta a sztrájkkészültséget, melyet szeptember 1-én hirdettek meg. A szakszervezet vezetése közleményében hangsúlyozta, számokra változatlanul az utas, a tömegközlekedés és a szolgáltatás zavartalansága a legfontosabb. A cég érdekeit is figyelembe véve hozták meg a mostani döntést. Kijelentették azt is, ezután is ugyanúgy készek a bértárgyalások folytatására, mint eddig. A sztrájkkészültséget az elnökség közleménye szerint a buszos cég kifejezett kérésére vonták vissza. 366 fő nappali és 169 fő levelezős hallgató kezdi meg tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karán. Közülük várhatóan több mint 50 fő külföldi hallgató kezdi meg tanulmányait ápoló, gyógytornász és szülésznő szakirányon, valamint ápolás MSC képzésben. A kar pénteken tartotta tanévnyitó ünnepségét. A bevonuló elnökséget állva tisztelték meg a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának hallgatói a pénteken tartott tanévnyitó ünnepélyen. A karon összesen 366 fő nappali és 169 fő levelezős hallgató kezdi meg tanulmányait. Budapestre jöttem, és elsősorban a Semmelweis Egyetemre jelentkeztem, de oda a magas ponthatár miatt nem vettek föl, és másodiknak ugye a Pécsi Egyetemet jelöltem. És hát most ide költözöm, és megpróbálom, kíváncsi leszek. Az egészségtudományi kar munkájának köszönhetően a külföldi diákok beiskolázása minél magasabb létszámot érhet el a karon. 2015. szeptemberétől várhatóan több mint 50 fő külföldi hallgató kezdi meg tanulmányait ápoló, gyógytornász és szülésznő szakirányokon, valamint ápolás MSC képzésben. Tavaly el tudtunk indulni idegen nyelvű képzésekkel. Ezt az idei évben lehet azt mondani nyugodtan, hogy megtöbbszöröztük, viszonylag nagy jelentkezési létszámok mellett 55 fővel fogjuk tudni elindítani az ápolás betegellátás alapszakot, illetve egy mesterképzési szakot.
Ez én azt gondolom, hogy egy első és nagyon fontos lépés ahhoz, hogy valóban beírjuk magunkat a nemzetközi képzést folytató intézmények, illetve karok történetébe. Ugyanakkor ezt a tevékenységet szeretnénk a határokon túl is művelni, és az elmúlt évben beadtunk egy akkreditációs anyagot, aminek következtében elsősorban a szórvány magyarságot megcélozva a délvidéken is indítanánk képzéseket. A PTE ETK hallgatói olyan képzéseket választottak, amelyek elvégzését követően az átalakuló társadalom leginkább érintett csoportjain, vagyis a betegeken és a szociális rászorulókon lesznek képesek segíteni. Fiatal szakemberek kapnak bérlakásokat Komlón, a régóta üresen álló Nagy László utcában lévő egykori óvoda épületében kialakított lakásokat az elmúlt hónapokban teljesen felújították és átalakították. Kicserélték a tetőt, korszerű, jól szigetelő nyílászárokat építettek be, és megújultak az épületgépészeti berendezések is. A társaság kialakításának anyagi forrásait a Start Munka program elnyert pályázati pénzek biztosították, melyeket az önkormányzat is kiegészített. Az új lakások céljáról Polics József polgármester elmondta, hogy az 5 ingatlanba azokat a fiatal szakembereket költöztetik be a családjukkal, akik az önkormányzatnál vagy a városi cégeknél vállalnak munkát. Ezzel a lépéssel is a város megtartó erejét szeretnék növelni, hiszen a munkahely mellett a lakhatási lehetőség a legfontosabb a fiatalok számára. Gombabetegség támadja a csertölgyeket a mecsekben. A Biokom szakemberei szerint a fertőzés egyelőre elhanyagolható mértékben van jelen a parkerdő területén. Ennek ellenére folyamatosan figyelik a gombásodás mértékét. Amikor ott például látjuk azt az elszáradt csertölgyet, ami megadta magát, és ugye ez az a másodlagos állapot már, amikor az elszáradási stádiumban megjelenik a kéreg felületén a taplógomba, tehát ő vele már gond lesz. 2 évvel ezelőtt jelent meg a mecseki parkerdőben a csertölgyek gombásodása. A Biokom szakemberei azóta kiemelt figyelmet fordítanak a fertőzésre. Szilasi Tamás szerint a gombásodás megjelenése azért meglepő, mivel a csertölgy egy nagyon ellenálló, hazánkban őshonos fafajta. Figyelnünk kell, ami hirtelen gondot okozhat, hogyha turista utak mellett elszáradt egyedek vannak, azokat ki kell vennünk, ha műtárgyakat veszélyeztetnek, hisz itt ez a rész is erősen frekventált turisztikai szempontból, erre nagyon figyelemmel kell lennünk. A belső állomány részeknél egyelőre nem okoz gondot, ahol nagyon erős a második, harmadik koronaszint, ott akár még jót is tehet egy állományfrissülés azzal, hogy megnyílik az öreg erdő, és tulajdonképpen a fiatalok fényt kapva átveszik a helyüket, tehát ezzel alapvetően nincsen gond. Ennek a mértékét figyeljük, hogy szüksége sem majd további lépéseket tenni az elkövetkezendő évben vagy sem. A gomba a fákat a tőrészükön támadja meg. Valószínű, hogy itt a tápanyagot szállító edényalábokat roncsolja el, így megszűnik ugye a tápanyagellátás, vízutánpótlás, és elszárad az egyed. Ezzel párhuzamosan szinte azonnal jelentkedik a külső gomba felrakódás, tehát mondjuk taplógomba formájában, és ami igazából meglepő, hogy ez tulajdonképpen egy vegetációs év alatt bekövetkezik, hát ezért is kísérjük figyelemmel az állomány változását. Tömeges pusztulás esetén laboratóriumi körülmények között vizsgálnák a betegséget, ezután pedig több szervezettel együttműködve egy cselekvési tervet dolgoznának ki a fertőzés megállítására. Szilasi Tamás szerint azonban erről egyelőre még nagyon korai lenne beszélni, ugyanis a parkerdő területén csak elvétve lehet találni fertőzött egyedeket. Szerdán a budapesti Kútvölgyi Kórházban megműtötték a Peac Pécs női kosárlabda csapatának válogatott játékosát, csapat kapitányát Raksányi Krisztinát, írja a pécsiújság.hu. A pécsiek kiválósága tavaly november óta bajlódott egy rejtélyes sérüléssel, mely az egész szezonjára rányomta bélyegét. Miután csak az edzések 60%-án tudta megcsinálni, a többén viszont csak a padot koptatta, természetesen a mérkőzéseken nyújtott teljesítménye sem volt olyan, amilyet tőle megszokhattunk. Raksányi bízik benne, hogy ha az alapozásról le is maradt, az őszi szezon nagy csatái már nem nélküle mennek le. Az Európa Kupa október végén kezdődik csapata számára, reméli, hogy addigra már ő is játszani fog. 3 évvel ezelőtt vált tarthatatlanná az az állapot a mecseki parkerdő területén, hogy a kijelölt tűzgyújtóhelyek környékén a vandálok padokat és egyéb fából készült tárgyakat vertek szét és égették el őket. A Biokom szakemberei akkor találták ki, hogy az elszáradt, kitermelt fákat feldarabolják és elszállítják őket a tűzrakóhelyek mellé. Ez a program annyira jól sikerült, hogy a hétről hétre több százezer forintos kár szinte nullára redukálódott.
elvétve van már csak ilyen műtárgykárunk, ami az égetés miatt keletkezik, és azóta, tehát 3 éve ezt a programot fenntartjuk, tehát a veszélyes, elkorhat fákat, amelyeket levágunk és összedarabolunk, hát eleve valamelyiket csak már darabolva tudjuk letermelni is, mert emelőkosaras kocsival kell ledarabolnunk, azt kiszállítjuk a tűzrakókhoz. Tehát pénteken feltöltjük a tűzrakókat, és amikor nincs tűzgyújtási tilalom, ezt mindig meg is tesszük. Valótlan tartalmú dokumentumot írt alá egy 38 éves pécsi férfi, ezért eljárás indult ellene. A rendőrségi közlemény szerint bejelentésre mentek ki a rendőrök szeptember 3-án 9 óra 45 perckor az egyik pécsi buszvégállomásra, ahol megállapították, hogy egy 38 éves férfi a helyi járatú autóbuszon érvényes menetjegy nélkül utazott, majd ezt követően az intézkedő ellenőröknek hamis adatokat diktált be, és a valótlan tartalmú kötelezvényt aláírta. A férfit előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták. Vele szemben a pécsi rendőrkapitányság hamis magánokirat felhasználása miatt indított büntető eljárást. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Elismerte a Kométa vezetője, hogy a múlt heti ammóniaömlés miatt erős lúg került a Kapos folyóba. A cégnél a korábban levegőbe került ammóniát próbálták átmosni, amikor a zárt rendszer helyett az esővizes csatornába került a folyadék. Mint arról korábban beszámoltunk, az ammóniaömlés után tömegesen kezdtek pusztulni a halak a Kaposban. Ismét üres lett a víz. Tehát ezt bátran merem állítani, hogy ha Dombóváron már túl a megye határon folyamatosan dögök úsznak a vízen, akkor ez azt jelenti, hogy a somogyi szakasz ismét kiürült. Komoly halpusztulás történt a múlt héten Kaposváron, közvetlenül a kaposvári Kométánál történt ammóniaömlés után. Akkor még nem lehetett tudni, hogy van-e összefüggés a két esemény között. Csütörtökön azonban Prohászka Balázs, a cég gazdasági igazgatója, a Somogy Televíziónak elismerte, hogy ammóniával szennyezett víz került a folyóba a cégtől. A levegőbe kevés ammónia került, és ezt mosattuk ki vízzel. Sajnálatos módon ez a kimosás két csatorna közében történt, és a üzemi technológiai csatorna helyett az esővizes csatornába került, és ez volt az ok, hogy a Kapos folyóba került. Az ammónia vízbe kerülve ammóniumhidroxiddá, szalmiák szesszé alakul. Ez lugos kémhatású anyag. A folyóvíz pH értékét 2-3 fokkal is lugos irányba tolja el. Az élőlények ennél jóval kisebb eltérésre is érzékenyen reagálnak, elpusztulnak. A cég gazdasági igazgatója elmondta, az eset miatt belső vizsgálatot is elrendeltek a húsüzemben. Két dolgot tartok elképzelhetőnek, hogy ahogy ment le az ammóniával szennyezett víz, még okozhatott halpusztulást, illetve itt a felső szakasz elpusztult halakat a víz lejjebb sodorta. Ez a kettő dolog lehetséges. Az általunk megkérdezett szakértő megerősítette, a vízben oldott ammónia, azaz szalmiák szesz kifejezetten ártalmas a halakra. Kifejezetten érzékenyek a halak is az ammóniára, nem csak a melegvérűek. Külön érdekes, hogy a metabolizmusukban egyes irodalmi források szerint a vízi élőlényekben kevésbé képes az ammónia más, tehát bomlani. A melegvérjekben van egy védő rendszer, amelyek egy kicsit vissza tudja szorítani a toxikus hatását. A szakember szerint azonban megfelelő technikai berendezésekkel el lehet kerülni, hogy környezeti károkat okozzon az ammónia. Lehet, hogy érdemes volna olyan helyeken, ahol adott esetben lehetőség van ammónia szabadba kerülésére, balesetszerű szabadba jutására, azokon a helyeken, akár a levegőben, akár azok közelbe levő vizekben élő víztestekben, adott esetben mondjuk ammónia figyelőrendszert betelepíteni. Prohászka Balázs kérdésünkre elmondta azt is, jelenleg vizsgálják, hogy szükséges-e egy ammónia figyelőrendszer vásárlása. A hasonló esetek elkerülése miatt pedig a jövőben külön jelölik majd a technológiai és az esőcsatornáikat. Belső biztonsági vizsgálatot 5 évente végez a hatóság az üzemben. Azonban a jövőben vélhetően ezt gyakrabban teszik majd meg, mondta a gazdasági igazgató. A Somogy megyei kormányhivatal egyébként jelenleg is vizsgálja az ügyet, ám az általunk megkérdezett szakértő szerint nehéz dolga lesz a hatóságnak. Európai szintű demonstrációra készülnek a tejtermelők Brüsszelben, miután egyelőre nincs megoldás az ágazat válságára. Itthon a szakértők már leépítésekről beszélnek az iparágban, több száz, több ezer munkahely megszűnését jósolják. A magyar tejtermelők tegnap ugyan visszamondták a hétvégére a szlovák határoz tervezett demonstrációt, az olcsó tej azonban továbbra is ömlik be a hazai piacra, csődközelbe juttatva a gazdákat.
Lassan már beleroppannak a hazai gazdák abba, hogy jóval az önköltségi ár alatt veszik meg tőlük a tejet. Jelenleg csupán 75 forintot kapnak literjéért a felvásárlóktól. Európában túltermelési válság alakult ki a tejkvóta megszűnése miatt. Emiatt hazánkba is áramlik be a rengeteg külföldi tej. A nyomatárak miatt sorra adják fel gazdaságukat a termelők, elkeseredésükre tüntetéssel is felhívják a figyelmet. Jól látjuk, hogy a nálunk hatékonyabban gazdálkodó vagy hatékonyabb tejgazdasággal rendelkező országban is baj van. Ugye itt a belga farmerek is nem régen tüntettek. Nyilvánvaló, hogy ha ott baj van, akkor nálunk fokozottan, mert itt azért nem olyan hatékony a termelés. Illetve az egész teji gazdaságnak az integrációja sem olyan szintű, mint ami ennek lenni kéne. A jó minőségű magyar tej szinte elveszik az üzletek polcain, mellettük sorakoznak ugyanis a sokszor akár 100 forinttal is olcsóbb külföldi termékek. Az olcsóság azonban a minőséget kompenzálja, hívja fel a figyelmet Gombos Sándor. Valószínűleg nem tej, tehát ugye vannak olyan tejek, ugye hallani erről, hogy gyakorlatilag a teljes tejet kiszeparálják, tehát a fehérjét, zsírt kiveszik belőle, és növényi fehérjével meg zsírral ugye visszapótolják ezeket. Na most a tejzsírból, tejfehérjéből lehet csinálni értékes szabadáros termékeket, aztán az a tej viszont nem tej. És mondjuk azt tudom, hogy a tengeren túlon ott rá kell írni, hogy ez a tejterméket nem tartalmaz. De hát itt nálunk nincs ilyen kötelezettség, és igazából a fogyasztó nem tudja. A tej minőséges silány olcsóbb is, és előfordul az is, hogy az adózási szabályokat is megszegik a külföldi kereskedők. A napokban buktattak le egy bűnszervezetet, amely éppen a tej és az étolaj áfájával manipulált. Hazánkban ilyen és hasonló módszerekkel évente mintegy 1000 milliárd forint áfát csalnak el, csak a tejszektorban ez a szám eléri az 5,5 milliárd forintot. Általában a fiktív számlázással és a bevételek eltitkolásával trükközhetnek a kereskedők. Gombos Sándor szerint csak a szabályok be nem tartásával indokolható az is, hogy a multik polcain fellelhető saját címkés tejek fele annyiba kerülnek, mint azok a termékek, amelyeket ugyanannál a feldolgozónál gyártottak. A tejtermelők európai szintű megmozdulást hirdetnek Brüsszelben szeptember 7-én. A tüntetéshez a magyar tejtermelők is csatlakoznak. A demonstráción körülbelül 15 gazda képviseli a magyar állattartókat. Már nem csak az iskolákban, de útközben is rendőrök vigyáznak a diákokra szeptembertől Tolna megyében. A megyei főkapitányság idén is folytatja a korábban már bevált bűnmegelőzési és közlekedés biztonsági programjait. Ráadásul mostantól az érettségi előtt álló diákokat is bevonják, akik így a szükséges közösségi szolgálatukat teljesíthetik. Rendőrségi helyszínelés képei egy zebrán történt halálos gázolás után Szekszárdon még márciusban. Egy idős nőt ütöttek el, aki a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Januártól a mai napig 18 gyalogos ölütés történt. Tolna megyében idén a 18 emberből 9-et zebrán gázoltak el. A megyei rendőrfőkapitányság osztályvezetője szerint ez részben a gyalogosok figyelmetlenségének köszönhető. Nekik ugyanis mindig körül kell nézniük, mielőtt az úttestre lépnek, ezt viszont sokan elfelejtik. Attól függetlenül, hogy elsőbbség van a kihagyalgát keveljen, minden esetben körül kell nézni, hiszen ha egy jármű féktávolságon belül közeledik, nem tud megállni, és gyakorlatilag áldozatává válnak így a gyalogosok. Forgalomirányítás az iskolák környékén található zebráknál. A megyei kapitányság tavaly indította ezt a programot a tanévkezdés hónapjában. A kezdeményezés olyan sikeres, hogy azóta ezeken a helyeken senkit nem ütöttek el. Most érettségi előtt álló diákokat is bevontak, akik így a szükséges 50 óra közösségi szolgálatukat is teljesíthetik. Táboroknál, különböző rendezvényeknél, kulturális rendezvényeknél ők is részt vesznek a rendőrök mellett, és segítik a munkájukat azzal, hogy például szórólapot osztogatnak, vagy olyan fajta biztonságot ők is szavatolnak, ahol átjárunk, kell egy kicsit segíteni a fiataloknak, gyerekeknek. A megyei rendőrfőkapitányság emellett idén is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a diákok ne csak biztonságosan jussanak el az iskolába, de ott se érhesse őket baj. Ezért folytatják a korábban már bevált drogmegelőzés és tanácsadó programjaikat is. A Hungária Takarék Bonyhádi fiókjában átadták a bank által a Tarka Marha Fesztiválon kiírt selfie versenydíjait. A verseny a bank népszerűsítése mellett a fiatalok és a bankszektor kapcsolatának és a pénzügyi banki ismeretek erősítésének céljait is szolgálta. A fényképverseny ötlete a bonyhádiak legfontosabb nyári rendezvénye kapcsán a Tarka Marha Fesztiválon ötlött fel a Takarék Szövetkezet vezetőiben.
A kezdeményezés célja a pénzintézet népszerűsítése mellett az ifjúság és a bankszektor közelítését szolgálta. Mindegyik egy innovatív és érdekes kép volt, nekünk is nagy élmény volt. Először csináltuk ezt a vetélkedős adatot, remélem, hogy a következő évben újra sor kerül rá, és akkor újra egy sikeres megmérkedést kívánok. Gáspár Csaba ügyvezető elmondta, a jelenlegi elsősorban a mezőgazdasági területekre irányuló banki kapcsolataikat szerették volna a kezdeményezéssel a fiatalabb korosztály felé is nyitni. Azon túl, hogy új ügyfeleket, fiatalokat szeretnénk megszerezni a takarékszövetkezet számára, hiszen ez a hosszú távú működésünk szempontjából létkérdés. Ezen túl nyilvánvaló az a bankszakmai pénzügyi kultúra, amit merünk vállalni és közvetíteni az ügyfeleink irányában. Az mindenképpen jótékonyan foghatni a fiatalok pénzügyi ismereteire, ebbe biztos vagyok, hiszen ebben nagyon komoly hiányosságok van. Híradónk végén főbb híreink még egyszer, röviden. Forgalom lassítás a városban, ismét tüntettek a Martonfai menekültábor megépítése ellen. Kiszorítják a bűnözést az utcáról, megújult a Hősök tere. Helyi szellem és gazdaság, megnyílt az első pécsi értékkiállítás. Kezelik a helyzetet a Biokomnál, gombabetegség támadja a csertölgyeket. Szombaton mindenhol erősen megvastagszik a felhőzet, beborul az ég. Északnyugaton csak szorványosan, máshol sok felé várható eső, zápor, zivatar. Több helyen jelentős mennyiségű eső lesz. Vasárnap a viharos északnyugati szél hatására csökken a felhőzet, egyre több felé süt ki a nap. Záporok főleg délnyugaton és északkeleten fordulhatnak elő. A hőmérséklet reggelente 12-15, napközben 20-23 fok között alakul. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Kollégáim nevében is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!